Sziasztok srácok, itt ismét Démien, és mi lehetne drámai nyitás, mint ez a fajta kis fényjáték. Szórakoztam itt a kamerával, várjatok a háttérrel is csinálunk valamit. Na, meg is vagyunk. Ö Mai, mostani videónk témája, hát témája, kártyavontás, logikusan láthatátok. Megnézzük a hivatalos Jurassic Park paklit, amit bevalom őszintén, én már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várok. Az Illusionist által összerakott kis pakliról van szó, Universal, tehát ez a hivatalos Jurassic Park pakli. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy mennyire volt nektek hát így a szívetek csücskében, így a Jurassic Park, az én gyerekkoromat valamilyen szinten meghatározta és hát nekem nagyon tetszett így, főleg, hát főleg az első részek. A későbbi bőrlehúzásokat, azokat hagyjuk, de hát itt, hogyha oldalra nyúlok, akkor itt rögtön itt, tudjátok, van nekem ez a kis DVD polc, akkor itt rögtön itt vannak ugye a, a, az eredeti még 20 millió évvel ezelőtt megvett Jurassic Park DVD-k, logikusan a maga pakli sem maradhatott ki. Na de nem is akarom fecsérelni tovább a szót, nézzük meg, hogy milyen. Na hát is kisrácok, én már bevallom őszintén tülkönülök, nem tudom, nem tudom, nem tudom, nagyon vártam már ezt a, ezt a csomagot. Na annyira vártam, hogy ezt ilyen nagyon nagyon szépen tudtam megszabadulni ettől a celofániától. Valószínűleg ez azért lehet, mert itt a doboz az nagyon extrém módon van dizájnolna, dizájnolna, ez szép volt, én ilyen, dizájnolva. Igen, és nézzétek, most vettem észre, hogy itt még van egy más, másik nyitó is rajta, lehet, hogy itt kellett volna kezdenem. Na mindegy. Ö, megszabadulunk tőle, már tudunk. Sikerült srácok megszabadulni a fóliától. Nézzük meg így a, a doboz dizájnt akkor. Jurassic Park, olyan, mintha itt a, ilyen, ilyen olajos, foltos dolog lenne. A, a textúráját nem tudom, hogy mennyire tudjátok ö, látni, mennyire látjátok, mint a bőr. Tényleg olyan, mintha ilyen dinóbőrös lenne a dolog. Tehát ilyen nagyon-nagyon extra. Hát akkor nézzük így a eleje, oldala alja oldala, style 29, és ami nagyon extra, ugye, az eleje az ilyen, a hátoldala nézzétek, ez, hát ez így van megcsinálva, tehát ez tényleg kivágva, tehát ez egy, egy kivágott ilyen doboz dizájn, és van még egy, egy furcsa dolog, Ö, ugye az ember kártyáknál mit próbál, itt próbálja nyitni, vagy itt valahogy. Nem, itt van egy ilyen, hogyha megnézitek végig egy, perforáció, perforance, és itt kell nyitni a csomagot. Tehát most drukkoljatok, hogy ezt szépen meg tudjam tenni. Veszélyes gyerekek, veszélyes, veszélyes, de így szép az élet, egy nagyszerű, és akkor ott szépen nyílik, szépen nyílik. Hát ez nem volt egy egyszerű menet, srácok, nem volt egy egyszerű menet, de sikerült, és akkor szépen kiúszhatjuk a duplán csomagolt csomagunkat, dobozunkat. Na hát ez így néz ki. Hát tudom, hol van a hiba, ez túl hosszú. Hát alig lehet tőle visszazárni. Na mindegy, nem is zárjuk vissza, majd megy vissza a kártya. Na az még egy szépség lesz, azt visszarakni. Viszont itt a fóliától megpróbálunk gyorsan megszabadulni, ugyanis ó, sikerült is, nagyszerű, és akkor oh, végre, végre, végre kézben a hivatalos Jurassic Park. De ami érzésre is egyébként várjatok, azt nem néztem meg, hogy hogy jártották ezt a, a dolgot. Aha, ez is kárta Bár mondjuk a duplán csomagolt dologról feltűnhetett volna, minden esetre kezelési tekintve ez olyan nagyon puhának tűnik. Nem tudom, ez, ez tök puha. Az, az, igazság szerint bevallom őszintén azért lepültem meg, meg azért kérdeztem rá, hogy most ez kárta vagy, vagy mi ez bicycle, mert nagyon-nagyon puha. Na, hátlap. Oh, oda nézetek. A régi, igazi Jurassic Park kapuk. Ja, tök jól néz ki. Tetszik. Jól, bele lehet merülni a dologba. És itt van valami, nem tudom ez micsoda, majd mindjárt kiderül. Minden esetre azért egy, egy legyezőt azért megnézünk vele. Ó, de jól néz ki. És ö, nevezhetném full tiltesnek a dolgot, mert ugye végig van nyoma, nincsen fehér keret, és nézzétek, ilyen kicsit koszos az alja, ezért ott ilyen látjátok, hogy ilyen szürkés árnyalat lett. Viszont, hogyha innen nyitom, akkor nincsen szürkés árnyalat, tehát van way back design, van way back design, mert az egyik oldal, látjátok, ilyen kicsit koszos, a másik oldal nem koszos. Tehát, hogyha innen nyitom a legyezőt, akkor ilyen koszos az alja. Tök jó. Mekkorász, mekkorász, mekkorász. Ja. Igen, itt is lehet látni a színbeli különbséget. Látjátok, itt van egy sötét volt, itt meg nincs sötét volt. Ha egy kártyát megfordítok, az kivillan? Várjatok, nézzük már meg. Ó, oda nézzetek. Tehát ez egyfajta jelölés, ez egyfajta jelölés, tehát simán meg lehet különböztetni azt az egy lapot, ami megfordult. Tehát az oldal alapján meg lehet különböztetni. Rohat jó, rohat jó. Na már, már ezért mekkora király lett. Nem tudom, hogy ez szándékos volt-e vagy nem. Minden esetre király. Na nézzük. Tududum. Alébb nem bírok leállni. Olyan jó, olyan jó poha. Na, Hmm. Igen. Jokerek, a DNS-ek, ugye a kis DNS jokereink és két különböző, tehát a piros meg a fekete, ami a szürke és a sárga Jokernek felel meg. Ó, nézzétek a pick ass, azt látjátok ez micsoda, ugye a borostyán a benne lévő szúnyoggal, ami, aminek köszönhetjük ugye a kis dinóinkat. Na, a kártyák, ó, nagyon jó, és nézzétek, mindegyik szinte más. Ilyen rozsdás az egész. Ú, szeret, szeretni fogom ezt a paklit. Én nem tudom, én alapból is a Jurassic Parkért nekem, nekem bejött mindig is, tehát de ez, ez nagyon, ó, és nézzétek, még le is van írva, hogy ez ez melyik korból való, meg hogy ez egy Dilophosaurus, nem fogom mindegyiket végigmondani, minden esetre, ó, ez a kis kobakos, nem, ez a melyik így rangált, minden esetre csontok, csontok vannak a pikkeken, azért mondom, hogy a pikkeken, mert nem tudom, hogy a többi min vannak, ez egy T-rex. Tyrannosaurus Rex koponya. És tök jól néz ki. Király. Nagyon jó. Nagyon jó. És tök jó, mert nem olyan zavaró, tehát még, még a néző számára is élvezhető, tehát bűvészkedésre is alkalmas. Nézőbarát, ahogy a Fanni mondaná. Tudjátok, hashtag nézőbarát. Ö, megkapta a nézőbarát címkét. Szép nagy a kárójel. Szép nagy. Tök jó a számok, feketék maradtak. Hát ezeket csak így végigmutogatom. Igen. Ha maradtunk a csontoknál, maradtunk a csontoknál, egy csont, két csont, ó, egy kis triceratops. Triceratops, a triceratopsot azt nem y-nal írják, vagy én tudom, lehet, hogy én, sőt, biztos, hogy én tudja, hogy én tudom azt, hogy hogy már a hivatalosan rosszul legyen rajta, de én olyan y tudjátok, azon, azon menő. treffek, treff király, folytatódnak a csontok, Velociraptor, ó, oh yeah. A velociraptor király, ezek pedig, ez a, ez a kis tarajos, tarajos cucc. A ah, treffek, 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 treffek. Treffás, szép, nagy, szép, nagy a treffás. És akkor itt van a kör királyunk, aki egy keratosaurus. Az nem tudom melyik. Camptosaurus. Hát így próbáljuk elképzelni, ugye? Barionix. Ez, ez ilyen nagy krokodilszerű cucc? Ja. Kör-kör-kör-kör-kör-kör-kör. Kör-kör-kör-kör-kör-kör. Szép nagy körász. És akkor... Wow! Wow! Ez... Hát ugye mondhatjuk azt, hogy... Na most, most mondjátok meg, ez elpocsékolt, vagy nem elpocsékolt. Mert van itt, when dinos ruled the earth, tehát van itt egy ilyen kis jó, kis tirexes fejünk, meg egy ilyen. hát ez reklámkártya, de ugye egy ilyen kis velociraptoros. Mindenesetre jól néz ki, meg ez is jól néz ki, és ezzel még akár trükközni is lehet, valamit ki lehet találni rá. Szájában mondjuk lehetne egy lap, <laughs> jóslat, tudjátok. Ö, az mekkora lett volna itt egy olyan, ami nincs a szájában, itt meg olyan, ami be van a szájában. Ja. Viszont ennek, látjátok, ennek legalább a hátlapja más. Ö, Ezeket egyébként, csak hogy egy kis tippet is adjak, Ö, ezeket például ennél a Jurassic Parknál például, ez ugye egy más hátlapú kártyalap. Még hogyha ez nem is érdekes, hogy mi van itt az elején, a néző tudja ilyen jelölőlapnak használni, ugyanis ugye vannak olyan trükkök, amikor neki kell megjelölni egy helyet ugye a csomagban, és hogyha ezt így berakja, ugye láthatja azt, hogy nincsen más milyen kártya, tehát ugyanilyenből nincs még egy, tehát az összes többi más, és akkor hát ez valamilyen szinten trükknek jól használható, hogy akkor itt van a te jelölő lapod, és hát nézd meg, beraktad a Joker mellé. Ja, meg a T-Rex mellé, vagy akármi, tudjátok. Tehát uh, erre tudjátok használni. A ha minden esetre még keverjünk vele egyet, mert a puhasság miatt... Ó, ó, de tényleg puha. Nézzétek meg. Tényleg puha. Tehát, hogy ennyire be lehet hajlítani. Nagyon-nagyon puha. Nagyon puha. Használható. Jó csomag, jó csomag. Jó csomag, szép csomag. Ja, nézetek laplap után hiba nélkül hiba nélkül laplap után ja tududum ahó, szavaztok, dinok pak Srácok, remélem, hogy tetszett ez a kártyabontós videó, remélem tetszett a Jurassic Park pakli, nekem igen, tehát én bevallom őszintén nem csalódtam a pakliban. Maga, hát ugye hát a doboz dizájn, meg az, hogy ez, a, ez az, így nyílós doboz, tehát mint, ez a, mint egy cigarettás doboz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, az zseniális mondjátok el ti a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszett, hogyha valakinek annyira tetszett, hogy szívesen beszerezne egyet belőle, akkor a bűvészbolt.hu oldalon még találtok belőle, nyugodtan kattintsatok rá. Ha tetszett a videó, Feltétlenül dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni sem, csengő feliratkozó gomb mellett ugye, hogy értesüljetek a videóról, minden egyéb fontos linket pedig a leírásban megtaláltok. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!